Beszélgettünk a temetőben, hogy a Rajéba is egy külön színfolt volt, kis mosolyával, kis jó pofaságával és hihetetlen kulturáltságával, ismereteivel, különösen zenekultúra terén nagyon tájékozott volt. Diószegi Ede is a maga kis komorságával szírt vitt az életünkbe. Hát Mészáros Erzsi meg ő meghatározó személyiség volt, hiszen a tornász tudásával, a minden közösségi munkában való részvételével és a hihetetlen nagy szorgalmával, én úgy gondolom, valamennyinknek példa lehetett. Rej Kati ugye a kézilabda tudásával nagyon jó hátvéd volt nekünk, jól előre vitte a kézilabdát. Kunkarcsi, ő egy külön színfolt volt a maga kis bájosságával, aranyosságával. Igen. Szerették a lányok, úgyhogy, mert olyan volt a stílusa, olyan kedves volt. Burlovics Feri a maga mély hangjával, és jó fajtásra, de erről a fiúk jobban többet tudnak mondani. És hát úgy gondolom, nem hagytam ki senkit, Sáripari. Ja, az őt akartam, őt is akartam, tehát rajta kívül senkit, egy kis mencse. Én úgy gondolom, hogy Sáripari kimondottan erős pillére volt az osztálynak, akár sportban, hiszen mindenféle sportot nagyon jó színvonalon űzött. A tanulásban is ott volt azért a spiccen, mindig ügyes volt, és én azt hiszem, hogy ő volt a lányok másik kedvence. Mert mindenkihez volt egy-két jó szava, őszintén lehetett vele beszélni, ő is őszinte volt. Én azt hiszem, hogy nagyon kedveltük valamennyien. Hát sajnos, hogy ők elmentek, nagyon nagy kár, hogy nem lehetnek itt. Én nagyon remélem, hogy mi még sokáig
fogunk tudni találkozni. Szeretném, hogyha, vagy azt szeretném, hogyha 20 év múlva, 30 év múlva is föl tudjunk itt totyogni, és mosolyogni tudjunk, mert az a lényeg. És ha mosolygunk, akkor úgy gondolom, hogy minden rendben lesz. És hát nyilván, hogy a környezetünk is.